4:09 múlt, folytatjuk a ma reggelt. Itt az M1-en jön a szokásos európai koronavírus körkép újabb három országból. Előtte azonban nézzük meg a friss világadatokat. A fertőzöttek száma csaknem 170 millió 200 ezer, láthatják is a pontos számokat. A beoltottak száma 1 milliárd 865 millió, az elhunytak száma pedig több mint 3 millió 530 ezer. Az adatokat most is az amerikai Johns Hopkins Egyetem összesítése alapján közöltük. És akkor jövünk vissza Európába, nézzük a három országot, Ukrajna, Románia és Horvátország, ezekbe az országba látogatunk el ma. Kezdjük akkor Romániával, nem, bocsánat, Ukrajnával. Megnyitották az első nagyobb oltópontokat Ukrajna nagyvárosaiban, ahol a tervek szerint kezdetben csak hétvégenként az interneten regisztráltakat oltják be. A részletekért K. Debreceni Mihályt kapcsoljuk. Jó reggelt kívánok mindannyiótoknak! Nos, akkor Mihály, ugye Ukrajnában eddig csak a mobil oltócsoportok, illetve a házi orvosok oltottak. Mit várnak a hatóságok ettől az új intézkedéstől, vagy mire számítanak, illetve lesz-e mindehhez elegendő vakcina? Köszöntöm a nézőket. Ukrajnában most az a fő cél, hogy év végére a felnőtt lakosság háromnegyede át legyen oltva, jelenleg 2,5%-on áll az oltási kampány az országban. Hétvégén pedig már megkapta az 1 milliómodik ember is az első vakcinát. Miután Viktor Ljaskó nemrég kinevezett új egészségügyi miniszternek, az a célja, hogy a nyár folyamán minimum 5 millió ember duplán beoltsanak, ezért most úgy próbálnak gyorsítani a kampányon, hogy nagyobb oltóközpontokat hoznak létre. Eddig ilyen Ukrajnában nem volt, hiszen csak a mobil oltócsoportok és a házi orvosok oltottak. Most Kijevben a Nemzetközi Kiállítási Központban, Lembergben a 2012-es foci EB-re épített hatalmas stadionban, valamint a Fekete-tengeri Odesszában a Jogi Akadémia stadionjában nyíltak nagy oltóközpontok. Ezek mindegyikében a kínai Sinovac által gyártott CoronaVac nevű vakcinával oltanak egyelőre, és azok kaphatják meg a vakcinát, akik a GIA nevű alkalmazásban, telefonos alkalmazásban regisztráltak. Azt fontos leszögezni, hogy ezek az oltóközpontok egyelőre csak hétvégén várják az online regisztráltakat, de ez változhat, és amennyiben lesz elegendő vakcina, úgy más nagyvárosokban is nyílik majd hasonló. Kijevben például hatalmas érdeklődés övezte a központ megnyitását, több száz méteres kígyózó sorok voltak az épületig. A tudósítások szerint hétvégén ebben a központban, tehát a kijeviben 3500 embert oltottak be. Ezt akár meg is lehetett volna duplázni, de azok közül, akiket az orvosok felhívtak, hogy menjenek el az oltásra, azok közül sokan nem mentek el. Az egészségügyi miniszter egyébként derülátó az oltóanyag szállítmányokat illetően, szerinte június végére 3 millió 700 ezer vakcina lesz az országban. Most a kínai szállítmányokat vizsgálják be, de jönni fog második körös oltások elvégzésére AstraZeneca, és érkezik Pfizer is. A Pfizerrel most az oktatási és a rendvédelmi dolgozókat oltják. Egyébként Ukrajna is fejleszt két vakcinát, az első részeredmények nyilvánosságra hozatalát szeptemberre ígérik. Ami pedig a jelenlegi járványügyi helyzetet illeti röviden, folyamatosan csökkennek az esetszámok. Ma először, véletlenül először a tegnapi számokat hozták ismét nyilvánosságra, majd javítottak, és ennek értelmében az elmúlt nap folyamán 1022 új esetet regisztráltak, és 64-en haltak meg. Az új gyógyultak ma is többen vannak, majd 5000-en, így az aktív betegek száma 110 ezer főre csökkent. Kárpátalján pedig jó hír, hogy csak 4 új fertőzöttet azonosítottak. A szaktárca ezért a nyári szezonra jelentős enyhítéseket ígér. Ez viszont azt vetíti előre, hogy csak a nyári szezonról beszéltek, hogy ősztől, ha nem lesz kellő mértékű átoltottság, akkor ismét jöhet a szigor. Az enyhítések lehetőségéről, vagy a könnyítések lehetőségéről beszéljünk akkor egy picit. Az ukrán egészségügyi miniszter nyilatkozott a hétvégén, és beszélt például a PCR-tesztmentes beutazás lehetőségéről is. Ez mikor valósulhat meg? Nos, ezt mindenki várja. Az ukrán egészségügyi miniszter arról beszélt, hogy először a Törökországból érkezőknek nem fogják kötelezővé tenni a PCR-tesztet az Ukrajnába való belépéshez. Ez azért lesz, mert azt Törökország is eltörölte az ukránok számára.
Az EU-val is készül bizonyos kritériumok felülvizsgálatára Ukrajna, csak nem tudni, hogy mikor. A sajtó szerint akár már a héten is előfordulhat, hogy ez megtörténik. Az egészségügyi tárcavezető szerint most az ország abba az irányba kíván haladni, hogy megfeleljen az EU járványügyileg zöld kategóriájának, és mindenféle teszt és oltási igazolvány nélkül beléphessenek majd állampolgárai az Unióba. Magyarország minden esetre május 13-án felajánlotta Kijevnek az oltási igazolások kölcsönös elismerését. Erről akkor elismerően twittelt is az ukrán külügyminiszter, de hogy Ukrajna mikortól bólint rá az ajánlatra, azt egyelőre nem tudni. Figyelni fogjuk a részleteket, akkor ezek voltak a legfrissebbek Ukrajnából, és akkor megyünk tovább Romániába. Ott is továbbra is alacsony a beoltottak száma. Elsősorban a vidéken élők vannak lemaradásban. A kormány különböző kedvezményekkel, kampányfogásokkal igyekszik rávenni a lakosságot az oltások felvételére. Száva Enikőhöz kapcsolunk a részletekért. Enikő, kezdjük először azzal, hogy mivel magyarázható az alacsony oltottsági arány Romániában, és mivel igyekeznek jobb belátásra bírni a lakosságot a román hatóságok? Jó reggelt kívánok! A Hargita megyei egészségügyi igazgatóság vezetőjének szavait idézném. Székelyföldön az emberek két nyelven szívják magukba a félrevezető információkat. Egyrészt ugye a román híradókból, másrészt a magyar nyelvű sajtóból. A fiatalabbak oltakoznak, de nagyon nehezen meggyőzhetők, az idősebbek félnek az oltás esetleges mellékhatásától, és talán még mindig nem elég hangos a központi informálás, főként, hogy magyar nyelven ez nem is történik meg. Azon dolgoznak az oltási kampányért felelős egészségügyi hatóságok, hogy közelebb vigyék a vakcinát azokhoz, akik beoltanák magukat, vagyis a vidéki központok mellett forgalmas helyeken is igyekeznek oltópontokat kialakítani. Nagyon sokféleképpen motiválják az embereket, ugye az autós oltóközpontokról beszéltünk már. Mellette például a stadionok előtt is lehet oltakozni, mégpedig úgy, hogyha valaki nem rendelkezik oltási igazolvánnyal, és tesztet sem tudja igazolni, hogy nem fertőzött, akkor is bemehet a stadionba. Mégpedig úgy, hogy ott helyben beoltatja magát. Tegnap közel 70 ezer személy kapott oltást, de ami a lakosság átoltottságát illeti, hát közel sem áll olyan jól Románia, mint Magyarország, Ukrajnánál azért jobban áll. 4 millió 300 ezer személy kapta meg legalább az első oltást, ez a lakosság negyedét sem teszi ki. Az oltási kampány koordinátora szerint viszont mégis kialakulhatott valamiféle közösségi immunitás. Szerinte 30-35, de akár 50%-ra is tehető azok aránya, akik oltás vagy akár megfertőződés révén védettséget szereztek. Beszéljünk egy másik témáról is, ugye Románia is fogad külföldi turistákat. Milyen feltételeknek kell megfelelnie annak, aki oda utazik vagy oda szeretne utazni? Hát mindenek előtt oltási vagy védettségi igazolvánnyal lehet átlépni a román határt, illetve hát 72 óránál nem régebbi PCR-teszttel, de holnaptól azok a külföldi állampolgárok is beléphetnek Romániába, akik igazolni tudják, hogy átestek a fertőzésen, és azóta még nem telt el több mint 3 hónap. Június 1-től Romániában is előnyt jelent, ha valaki oltási igazolvánnyal rendelkezik. Holnaptól jelentősen csökkennek a korlátozások, például engedélyezik a lakodalmakat, a keresztelőket, szabadtéren legfeljebb 70, zárt térben, teremben legfeljebb 50 résztvevő vehet részt egy-egy rendezvényen. Viszont ha a rendezvény szervezője garantálja, hogy minden vendég beoltott, akkor nincs korlát, például a NASZ népre vonatkozóan. Most végre be lehet pótolni az elmaradt, vagy nagyon szűk körben megtartott lakodalmakat. Megjegyzem, hogy mifelénk a ballagás is nagyon nagy ünnepnek számít. Erre a szülők, a rokonokat, barátokat meghívják, és hát a következő 2-3 hét ezektől a rendezvényektől lesz hangos itt Székelyföldön. A szabadtéri kulturális rendezvényeken továbbra is csak a beoltott vagy a negatív teszttel rendelkezők lehetnek jelen, akár csak a fedett pályás sportesemények lelátóin, illetve a szabadtéri
egyéb rendezvényeken, a sporthelyeken, illetve a lelátókon egyébként csak a negyedét foglalhatják el a helyeknek, 25%-ban lehetnek ezek telítettek, és hát közel egy éve nem volt ilyen alacsony a napi új fertőzés szám. Hargita és Kovász megyében tegnap például egyetlen egy új megbetegedést sem jelentettek, Maros megyéből 4-et szűrtek ki, de koronavírus fertőzéshez köthető haláleset sem történt, hál' Istennek, Székelyföldön az elmúlt 24 órában. Ezek voltak a legfrissebbek Székelyföldről, illetve Romániából, és akkor megyünk tovább Horvátországba. Szomszédunk, hogy megmentse a nyári turisztikai szezont, további határátlépéssel kapcsolatos engedményeket tesz. A csehek már ettől a héttől egy oltással is beutazhatnak az országba, és Zágráb további országokkal is tárgyalásokat kezdeményez az ügyben. A részletekért kapcsolunk a horvát fővárosba Kriák Krisztinához. Nos, Krisztina, ezek szerint Horvátország kétoldalú megállapodásokat köt a határátlépések megkönnyítése érdekében, és nem várja meg az európai zöld igazolás életbelépését. Jó reggelt kívánok! Igen, az eredeti tervek szerint ugye a digitális zöldigazolások június elejétől léptek volna hatályba, de néhány hetet késik a bevezetésük, egyes hírek szerint akár július 1-ére is kitolódhat. Ez azonban túl késő Zágráb számára. Már ezen a hétvégén elindult a nyári idény, és egyre több külföldi turista érkezik az országba. Szombaton például megérkezett a horvát tengerpartra, az a Prága, Brűn, Pozsony, Budapest, Zágráb, Rijeka és Split között közlekedő cseh vonat, amelyet tavaly vezettek be először, és amelyen most több mint 300 cseh, szlovák és magyar turista, valamint 30 újságíró is érkezett az országba. Idén a vonat egyébként Splitig közlekedik, tavaly csak Rijekáig járt. A járatra egyébként, amely júniusban és szeptemberben hetente háromszor, júliusban és augusztusban pedig naponta közlekedik, majd eddig már 35 ezer jegyet eladtak. Tavaly 60 ezer turista érkezett így az országba, idén pedig a tervek szerint 100 ezer jegyet szeretnének értékesíteni. A horvát és a cseh külügyminiszter ennek apropóján még szombaton megállapodott arról Zágrában, hogy a cseh állampolgárok már ettől a héttől egy oltással is beutazhatnak az országba. A horvát turisztikai miniszter pedig bejelentette, hogy ma osztrák kollégájával tárgyal a könnyített határátlépésről, de más országokkal is felveszik a kapcsolatot. Köztük Szlovákiával, Lengyelországgal és Magyarországgal is. A szlovák állampolgárokkal nagyon sok probléma van, mert ott nincs egységesített oltási igazolás, és a sima papír alapú bizonylatokat is csak szlovák nyelven adják ki, így várhatóan Szlovákia lesz a következő ország, amelyel valamilyen elfogadható megállapodást köt Zágráb. Horvátországban eddig egy oltással csak abban az esetben lehetett beutazni, ha valaki 6 hónapon belül már átesett a koronavírus fertőzésen, a karantén kötelezettség továbbá PCR és gyors antigén teszttel is kiváltható. Múlt péntektől a gyerekeknek, akik szüleikkel utaznak, 12 éves korig nincs szükség tesztre. Ez a korhatár korábban 6 év volt. Turisztikai szakemberek egyébként a tavainál jobb idegenforgalmi idényre számítanak, a 2019-es rekordév forgalmának legalább 60%-ára. Krisztina, beszéljünk még egy picit arról is, hogy milyenek a járványszámok Horvátországban, illetve hogyan haladnak az oltásokkal. Horvátországban folyamatosan csökken a napi új esetek és így a kórházban kezelt betegek száma. Tegnap például 186 új fertőzöttet regisztráltak, és már napok óta 1000 alá mérséklődött a kórházban kezelt betegek és 100 alá lélegeztetőgépre kapcsoltak száma. A valamivel több mint 4 milliós országban eddig 1 millió 270 ezeren kaptak védőoltást, közülük közel 500 000-nak már a második adag vakcinát is beadták. Szombattól a 12-15 évesek is igényelhetik a koronavírus elleni oltást, amire eddig csak 16 éves kortól volt lehetőség. A fiatalokat a Pfizer-BioNTech vakcinájával oltják be. A kiskorúak nem tartoznak az elsőbséget élvezők csoportjába, kivéve ha valamilyen krónikus betegségben szenvednek. A horvát közegészségügyi intézet közlése szerint a rendelkezésre álló vakcináknak köszönhetően június végéig a lakosság akár 60%-át is beolthatják valamelyik védőoltás első dózisával. Ez óriási előrelépés Horvátország számára, ha figyelembe vesszük, hogy az oltási kampány csak májusban indult be igazán az országban.
Horvátország, előtte Románia és Ukrajna, ez volt a mai európai koronavírus körképünk. Kriák Krisztinának, Száva Enikőnek és K. Debreczeni Mihálynak. Köszönjük szépen!